Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit! A mai weekendben verbunkot táncolunk, jubilálunk és ellátogatunk a Sóstói Állatparkba is. Sőt, a napokban egy nem mindennapi sztár látogatott megyénkbe, Jamie Lee Curtis volt Máté Szalka vendége. Erről is láthatnak egy összeállítást, előtte azonban jöjjön a tánc. Fordítsa rész úrra! Az imént látott táncot próbálhatják ki mindazok, akik hétvégén kilátogatnak a Sóstói Múzeumfaluba, hiszen a Verbunk napját ünneplik, vendégem Demarcsek György. Hát nagy örömmel köszöntünk itt, és te pedig, ahogy jöttél, említetted, hogy a táncosok is nagyon örülnek, mert végre most már táncolhatnak, megjött a jó idő, és akár a szabadban is tehetik mindezt. Úgyhogy mi újság a Mírségháza táján? Hát valóban, tehát most éppen szabad téren fogunk táncolni. Bár már volt egy félig meddig zárt körül, mert úgy értem, hogy benti program is a múlt héten kalotaszegi méraiak jártak itt nálunk, egy zenekar és táncos pár, és akkor ők egy kis táncházat tartottak, de csak védettség igazolványa szigorúan. Na de ami most lesz hétvégén, az pedig egy óriási esemény, mert ilyen még nem volt. Ez most lesz először, és hagyományt szeretnénk ezzel mi is teremteni, meg a Hagyományok Háza. Ez a Budapesti Nemzeti Intézmény, a Hagyományok Háza kezdeményezésére jött létre ez a Verbunk napja elnevezésű rendezvény, ami Kárpát-medencében 5 helyszínen fog megvalósulni. Az egyik helyszín Budapest, a másik Nyíregyháza, de lesz Kapuváron, Komáromba és Székelyudvarhelyen is, tehát a Felvidék és Erdély is csatlakozott. Úgyhogy gyakorlatilag ennek az a célja, hogy a Verbunk táncot, mint kultúrelemet népszerűsítsük, hiszen ez a Verbunk tánc, ez a magyar Verbunk, ami nem ugyanaz, mint a magyar Verbunk, ahogy Nagyecseden nevezik a Verbunkot, meg Tyukodon, meg ezen a szatmári vidéken, de hogy a magyar Verbunkok bármely tájegységről, hogy ezek fölkerültek nem is olyan régen, pár évvel ezelőtt az UNESCO-nak a szellemi örökség listájára is. No, és akkor hagyományteremtés céljából most lesz először a Verbunk napja, de aztán a jövőben mindig ezt a júniusi első vagy második hétvégét úgy fogjuk hívni, hogy a Verbunk napja, és akkor ezt meg fogjuk ünnepelni. Remélem, hogy minél nagyobb létszámú lesz a közönség is, mert a táncosok nagyon sokan lesznek, úgyhogy várunk mindenkit. Minden táncos számára egyértelmű, hogy mi is a Verbunk, de azért vannak olyanok, akik
lehet, hogy nem tudnak mindent erről, azoknak a nézőknek hogyan fogalmaznád meg, hogy mégis mit jelent a verbunk? A verbunk egy tánckezdő, szolisztikus férfi tánc. Legalábbis a mi területünkön és még több más tájegységen is, de vannak különböző változatai. Van, ahol például nem szolisztikus, hanem félig vagy zárt, félig vagy teljesen kötött formában járják ezek a körverbunkok. Uh-huh. Ezek általában azokon a területeken vannak, és azokban a helységekben, ahol régen, valamikor, még az első világháború előtti időkben a huszár ezredek, tehát még a 19. században a huszár ezredek sokáig állomásoztak. Általában a körverbunkok, és ez az egész verbunkolási hagyomány ott maradt fönt a táncosok lábán. Ugye a verbung hirdetés, toborzás szóból származik, és meg is határozza ez a jelentését, hiszen ezt valóban arra használták, hogy ez is egy módszer volt a katonafogásra egészen sokáig. A II. Világháború előtt már nem használták arra, de még az első világháború előtt, tehát főleg a 19. században még bizony ezt igencsak. És amikor a káplár belecsapta a csákót a táncoló parasztlegények fejébe, akkor aztán már nem volt menekvés, akkor már be volt verbuválva, tehát betoborozták, magyarul mehetett 2-3 évig. Tulajdonképpen ugye a férfiúi energiát, a vircsaftot, az erőt kellett, hogy demonstrálja, tehát ennek volt igazándiból a tánc nyelve. Ez pontosan így van, akkor is, hogyha egy kötött körverbunkról beszélünk, ott az összjátékban van az erő, hogy együtt táncolnak és egyszerre, míg a mi például itt a szatmári verbunkjainknál, a szilajság és a játékosság együtt nyilvánul meg. A miénk ugye teljesen improvizatív, tehát van egy figura készlete, egy dallamkincse is arra, bárki úgy táncolja ezt a verbunkot, ahogy tudja, ahogy telik tőle, vagy ahogy szeretné, de a miénk az egy kötetlen, szabad, improvizatív játékos verbunk. Gyuri, ahogy mondtad, hogy öt helyszínen lesz a Kárpát-medencében, és ugye itt van Nyíregyháza, mint a tánc fellegvára, akkor szerintem nem csak nekem, hanem sok nézőnek a szíve megdobban, mert azért ez egy büszkeség, hogy ott vagyunk a sorban. És aki ott lesz majd Sóstón a múzeumfaluban, valószínűleg ezt a fajta energiát, meg ezt az örömöt átéli majd. Nem kell ugye férfinek lenni, hogy kipróbálják a verbunkot? Nem, már csak azért sem, mert ugye a verbunk alapértelmezésben egy tánckezdő, szolisztikus férfi tánc. Később ennek megváltozott a funkciója már az első világháború utáni időkben, de leginkább a II. Világháború után, hogy ilyen nagy történelmi eseményeket mondjak. Megváltozott ez a jellege már ilyen bemutató jellegű virtuóz férfi táncá vált, de például nálunk, és még néhány kisebb tájegységen van páros verbunk is. Tehát nálunk a nagyecsediek azok mindig táncolnak például páros magyar verbunkot is, úgyhogy bátran be lehet állni. Ennek a mozgáskincse az egyébként megegyezik a csárdáséval, csak egy kicsivel egyszerűbb. Ilyen nyitott készfogásokkal táncolják ezt, tehát még nem úgy, mint egy csárdást összekapaszkodva, csak így egymás kezét fogva, a fiúk itt-ott még csapnak is egyet-egyet, és tehát bátran a lányokkal is, de mi ezt tanítani is fogjuk itt a verbunk napján. A délutáni közösségprogramokban mindenkit várunk, gyereket, felnőttet, idősebbet, mindenkit a korának és tudásának megfelelően fogunk tanítani, kezdők is, már olyanok is, akik gyakorlottak, beszállhatnak, tehát ez egy jó program lesz, és még lesz egy gálaműsor is, ahol aztán az összes táncegyüttes, ez 10 táncegyüttes a 3 megyéből fog összejönni, ez a 200 táncos, és akkor egy gálaműsoron is bemutatkozunk. Akkor ez egy egész napos rendezvény? Hát délután 2-től este 7:30-ig fog tartani, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy majdnem. Nos, hát akkor mindenkit hívunk szeretettel, és buzdítunk arra, hogy ünnepeljék az első verbunk ünnepét itt Nyíregyházán. Köszönjük szépen! Én is köszönöm. Kedves nézők, maradjunk Sóstón, hiszen a múzeumfalu szomszédságába, a Nyíregyházi állatparkba látogattunk, ahol vörös varikölyök született, egy hímmel bővült a kihalófélben lévő faj családja. A fajmentő program keretében egyébként később új otthona lesz, de mi most megmutatjuk őt. Jobbra láthatjuk az anyukát, a bal oldalon pedig a 7-7-es kölyöke, a pici, hatalmas. Itt a Nyíregyházi állatparkban már többször született varikölyök, de még én sem láttam ekkorát.
Valószínű az az oka, hogy általában 3-4 utód szokott világra jönni, itt viszont egyedül van, tehát minden figyelem ráirányul. Ővi az összes anyatej, és most már elkezdett ez a kis haspók gyümölcsöket is fogyasztani. Megbirkózik most már a finom falatokkal, úgy látom, hogy most éppen a körte és a banán a kedvence. A vörösvad igazi különlegesség a makifélék közül. Madagaszkáron őshonos, mint az összes makifaj, és ott igazi legleg, hiszen alapvetően a legnagyobb testű lemúrféle, egy hím akár 3,5-4 kg-os is lehet, és a többi makifajtól eltérően fészekben hozza világra a kölykét, nem hordozza a kicsinyét. Itt a 7-7-es apróság igazi nagy kincs a számunkra, hiszen végveszélyben lévő fajról van szó, ezért nagyon fontos, hogy állatkertekben ne csak bemutassuk, hanem tenyésszük is őket. A fajmegőrzési program keretében egy Csehországból érkezett 15 éves nősténynek és egy Franciaországból érkezett 16 éves hémnek született most először itt utódja, és jól látható, hogy mindenki teszi a kötelességét. Anyuka általában vigyáz a kicsire, míg a apuka feladata a család védelme, úgyhogy állandóan árgus szemekkel figyeli a többieket, senki nem mehet a családja közelébe. A kicsiről mit lehet már tudnunk? 7-7-es, és nemrég volt az első orvosi vizsgálata, ahol kiderült, hogy kis fiatalemberről van szó. Elég termetes őkelme, hiszen alapvetően a varikra jellemző, hogy 1-4 utódot hoznak a világra, így, hogy ő egyke több anyatej jutott a számára, és ez meg is látszódik rajta, szép nagy egyedről van szó. A koordinátornak már jeleztük a kicsi születését, úgyhogy valószínűleg 1,5-2 éves korába el fog menni másik európai állatkertbe. Aki ellátogott ide az állatparkban, jól láthatja, hogy különféle kommunikációs lehetőségei vannak a vari családnak. Alapvetően, hogy a vizuális kommunikáció mellett a legszembetűnőbb az a vokális hangjelzés, ugyanis valójában horrorfilmre emlékeztető hangjuk van, hogyha veszélyben érzik magukat, vagy egymással akarnak beszélgetni, akkor félelmetes huhogást hallatnak. A benszülöttek korábban szent állatnak tartották őket, ugyanis ahogy kezdik a reggelt, akkor egy ilyen nagyon fura pózban napfürdőzéssel kezdik a jóga gyakorlatot, és éppen ezért Vari Kandanásznak, napimádónak nevezték őket. Később azonban a civilizáció előretörésével megszűnt a védettségük, és a mai napig az orvadászat és az élőhelyi irtás tizedeli állományaikat. A varikra jellemző egyébként, hogy monogám párkapcsolatban élnek, úgyhogy nagyon izgultunk, mikor megjött az új fiú Franciaországban, hogy vajon mit fog szólni hozzánk a csenőstényünk, de szinte azonnal egymásra találtak, és most már 100 napi vemhesség után világra is jött szerelmük gyümölcse. És ők már a pár itt marad? Mindenképpen szeretnénk. A tenyészprogram így helyezte ki hozzánk, hogy a cseh és francia vérvonal ez kiválóan alkalmas a tenyésztésre, és így, hogy látja a koordinátor, hogy valóban nagyon jól sikerül a tenyésztés, így remélhetőleg ez a tenyészpár itt marad. A kicsi, mivel hímállatról van szó, ő olyan 1,5-2 év múlva el fog kerülni másik európai állatkertbe, ugye ez fontos ilyenkor hangsúlyozni, hogy mi ezt az állatot tovább ingyen fogjuk adni oda, ahova a faj koordinátor mondja. Úgyhogy izgatottan várjuk, hogy a Magyarországon született apróság majd vajon melyik európai állatkertbe fog majd családot alapítani. És egyébként mennyire könnyen szaporodnak ők fogságban? Változó, alapvetően a varik már kényesebbek, tehát a gyűrűsfarkú makinál, hogyha tavasz van, akkor azonnal a világra jönnek az apróságok. Itt azért figyelni kellett, hogy van-e összhang a fiatal állatok között. Hamarosan egyébként beszámolunk a Madagaszkár ösvénynek az új lakóiról, és ott egy másik faj, a fehér vari. Ő tenyészpár egy új csapat. Ott még nem 100%-os harmónia, meglátjuk majd ott is, hogy mit hoz a jövő. Alapvetően egyökre a varikra jellemző, hogy régen alfajokba osztották őket, voltak a vörös varik és a fehér varik, most már annyira különböző élőhelyen élnek, és annyira különböznek egymástól, hogy 6 évvel ezelőtt fehér és vörös vari fajjá nyilvánították őket. Hétről hétre új attrakciókkal bővül a Nyíregyházi Állatpark, az India ház után átadták a Madagaszkár ösvényt is. Mit kell erről tudnunk? Szinte nincs olyan hét, hogy ne adnánk át valami újdonságot az ide érkezőknek, ezért érdemes egy szezonon belül is többször ellátogatni hozzánk. Ez a Madagaszkár ösvény Madagaszkár ikonikus lakóit mutatja be. Amellett, hogy már a kifutóknál eddig is lehetett látni makifajokat, most igazából egy különleges Madagaszkár ösvényen keresztül lehet megismerni az ott élő endemikus állatokat. Igazi különlegesség a nálunk is először látható vázapapagáj, egy nagyon ritka papagájfajról van szó.
A Nyíregyházi Állatpark kontinensenként mutatja be földünk élővilágát. Eddig is lehetett látni már különféle makikat, de most egy madagaszkár ösvény segítségével el lehet kalandozni ebbe a szigetországba is. Igazi különlegesség a vázapapagáj. Nagyon fura, ritka madárfajról van szó. Hát ők nem monogámok. Egy nőstény az ivarzási időszakban 2-3 hímmel is párosodik, és közösen nevelik fel a fiókákat, úgyhogy a hölgyeknek igen jó dolga van. Nagyon fura, mert abszolút nem színpompa jellemző erre a papagáj félére, hanem ez a szürke tollazat, ez a jellemző az ivarérett állatoknál. Ez kiváló rejtőszint jelent a számára, és most először mutatjuk be itt Nyíregyházán őket, úgyhogy az ornitológusok igazi mekkája ez, hiszen igazi különlegesség. Emellett egy fehér vari tenyészpár is itt látható, ez is újdonság, hiszen ez idáig egy nőstény állatunk volt, és most a faj megőrzési program kijelzett hozzá egy hímet. Itt még nem teljes az őszhang, nagyon szeretnénk, hogy itt is majd szaporulat szülessen, de emellett számtalan dél-afrikai fajjal is meg lehet ismerkedni, illetve Madagaszkár csodálatos világába egy fotókiállításon keresztül is betekintést nyerhetünk. A Madagaszkár ösvényen az volt a célunk, hogy ne csak az endemikus fajokkal lehessen megismerkedni, hanem egy kicsit belecsöppenjünk Madagaszkár valódi világába is. Éppen ezért egy kis falusi színfoltot is szerettünk volna kialakítani kunyhóval, illetve Kohut Árpád fotókiállítását is meg lehet tekinteni, így bepillantást nyerhetünk az igazi Madagaszkár életébe. Újra egy kis kitekintő, 10 éves a Feketén-Fehéren című műsor, amelyet a Kölcsei Televízióban láthatnak csütörtökönként 19 óra 30 perctől. Nézzünk most egy kis részletet belőle. Amikor fiatalabb voltál, vagy akár még gyerek. Júdiak előtt, igen. Vagy igen. Akár még mondjuk kislány. Akkor néztél a tévébe ezeket a, nem is tudom, hogy kabaré, meg ilyen humoros műsorokat? Tehát, abszolút. Hogy... Hát a Gálvölgyi Sót, ezt ugye mindenki nézte. Ugye volt ez a készátverés, és hát a Fábri minden csütörtökön. Azt végignézhettem, és azt imádtam, és... Kis Ádámmal osztozunk ezen az életeseményen, hogy mind a ketten Fábri Sándorok szerettünk volna lenni. És ugye az ember, amikor először látott Fábri Sót, abban a gyönyörű díszletben az a fantasztikusan szórakoztató ember, az egész ilyen nagyon megreált, tökéletes közeg is, és dinamikus, és humoros, és színes, és érdekes, és szagos, és minden, akkor az embert azért egy gyerekként ezt teljesen magával ragadta. És utána valahogy így organikusan úgy alakult az utam, hogy csatlakozhattam a karavánhoz. És amikor találkoztam Fábri Sándorral a rádiókabaréban, akkor nagyon-nagyon-nagyon megható volt nekem, hogy az előadásom alatt beállt Sándor a velem szemben lévő, ugye ez ugye a rádió épületében van, és akkor van egy közönség, és közönség mögé felállt Sándor, és végighallgatt az előadásomat, és tapsolt, kacagott teli szájból, és utána nagyon megdicsért, és adott egy csomó ilyen tippet, tanácsot, hogy teljesedjek ki, és hogy hogyan töltsem be a teret, és nagyon-nagyon optimista volt, és az nekem egy ilyen igazi isteni útmutatás volt, hogy azt gondolom, hogy a számomra egyik legnagyobb szaktekintély ilyen módon elindított, ez nekem hát egy óriási élmény. Az, ami nagyon fontos a humoristákkal kapcsolatban, hogy mi szeretjük egymást, vagy támogatjuk egymást, és nem az irigység, nem a féltés, nem a közönségféltés van közöttünk, mint ilyen atmoszféra, hanem az összetartás és a közösen tenni akarás, és ez egy nagyon nagy adomány szerintem a mai világban, ugye, ahol nem ez a jellemző. Újra egy kis kitekintő, 10 éves a Feketén-Fehéren című műsor, amelyet a Kölcsei Televízióban láthatnak csütörtökönként 19 óra 30-tól. Nézzünk most egy kis részletet belőle.
Vendégem a stúdióban Erdei Nagy Ibolya, műsor ötletgazdája, műsorvezetője. Szia Ibolya, jó estét! Köszönöm a meghívást! Hát ötletgazda, műsorvezető, annyi minden voltál az elmúlt években, amúgy egy kicsit olyan kaméleon vagy, tehát megérkezel, kibontakozol, fantasztikus dolgokat alkotsz, és ha van egy új inspiráció, akkor te az a bátor nő vagy, aki képes tovább lépni, tovább ugrani, és kipróbálni magad az élet más területén. Azért ez a műsor viszont nagyon-nagyon régóta szíved csücske, és hát a sajátom. A sajátod, és nagyon sok vendéget ismertél meg. Egyáltalán hogy jött az ötlet, hogy ezt a műsort létrehozd? Hát szerintem hiánypótló volt, egész egyszerűen ennyi. Tehát akkor, amikor 2011-ben hát néhány hónap leforgás alatt sikerült már az első forgatást is megszervezni. Én valószínű valahol ilyen személyiség vagyok, hogy tehát egy kicsit nyugodtabb, és szeretek beszélgetni, tehát embereket megismerni, és hát fontos, hogy a saját műsoraimból is elég sokat tanulok. Tehát azáltal, hogy ezeknek az embereknek úgymond teret biztosítottam arra, hogy bemutatkozzanak, bár senki nem önként jelentkezett, hanem ez egyfajta, hát mondjuk azt, hogy az én szűrőm, amin ugye ők átmentek, és ez nem azt jelenti, hogy mondjuk nincsen sokkal több értékes és figyelemre méltó ember, vannak olyanok, akikkel konkrétan 10 éve egyeztetek. Tehát akik már nem itt élnek a megyében, elkerültek innen, de szeretném, ha őt is egy kicsit közelebbről meg tudnám mutatni a nézőknek. Még ez mindig nem jött össze, de nem adom fel, hiszen még nem tervezem abba hagyni ezt a műsort. Én nagyon örülök annak, hogy akkor 2011-ben a Város Televíziója erre lehetőséget adott. Külső munkatársa voltam annak a médiumnak is, és hát jó érzés volt. Nyilván azt azért te is elhiszed, hogy akkor az ember úgy nem gondol bele, hogy az akár egy egész hosszú távú dolog is lehet, de ez egy olyan típusú műsor, ami lehet nagyon hosszú távú. Ugyanakkor meg valahol tükrözi a te személyiséget, változását, fejlődését, ez vagy biztos. Az érdeklődési körödnek a bővülését is. Nyilván, ahogy mondtad, ez a te szűrőd, a te választásod, a te vendégeid, de azért mindig szem előtt kell tartani azt is, hogy akik nézik, azok számára is egyértelmű, nagyon sok vendéget hívtam, úgyhogy nem ismertem őket, és épp amiatt, mivel a nevüket ismertem, tehát éppen ezért esett a választásom rájuk is. És mivel szerettem volna őket én is megismerni, tehát lehet ez egy picit félreérthető volt, ahogyan fogalmaztam, de attól, hogy én személyesen nem ismertem őket, attól még tudtam arról, hogy milyen különleges az, amit csinálnak, értékes, hasznos, vagy a saját életükben egy kimagasló eredmény, amit elértek. Ez most egy olyan furcsa szituáció, te most vendég vagy, egyébként pedig sokkal jobban szeretsz kérdezni, és ott ülni abban a székben, ami mondjuk nekem már ez könnyebb. Történetesen az enyém. Amikor valaki nincs benne egy másik szerepbe, akkor csak elképzelései vannak. Tehát a néző, aki néz minket, úgy gondolja, hogy egyébként ez egy egyszerű dolog beszélgetni, leülni és érdeklődni, és végül is az ember bárkivel tud beszélgetni, hogyha van benne kellő kíváncsiság. De hát azt gondolom, hogy azért mérhetetlenül nagy felelősség, hogyha valaki leül veled, megtisztelt téged, akkor egy picit utána járja az életének. Mennyi háttérinformációra van szükség? Annyi, amennyi alapján kiválasztom az embert. Rám nem jellemző feltétlenül ez, amit most mondasz. Én kimondottan nem szeretem azokat a beszélgetés műsorokat, ahol folyton érzem, hogy mindent tud. Minden tud a riporter, minden tud, aki kérdez, és tulajdonképpen elég lenne, ha a vendég csak bólogatna. Vagyok annyira valóban kíváncsi, hogy bizonyos dolgok ott derüljenek ki. Mivel egy portrésorozatról beszélünk, ezért nyilván annak az illetőnek az egész életét nem ismerhetem, és ez jó esetben azért nem olvasható az interneten mindenkinek az esetében. A legfontosabb paraméterekre van szükségem ahhoz csak, mert amiatt ő már ugye értékes, és megérett arra, hogy beszélgessünk egy bővebbet. Nyilván azért azt azért hozzáteszem, és ez nyilván érthető mindenki számára szerintem, hogy te gyerekek ide azért nem nagyon férnek be ebbe a műsorba.
Nagyon sok tehetséges, értékes, értelmes gyermek van, de fél órát beszélgetni, tehát velük azt azért még szerintem nem kell. Így viszont folyamatosan megmarad a belső kíváncsiságod, tehát gyakorlatilag szinte órákig lehet valakivel beszélni, de hát a műsornak van ugye egy kerete, egy műsorideje. Hát meg egy türelme a nézőknek. Mennyire okoz azért az mondjuk egyfajta, hogy is mondjam, fejtörést, vagy fájdalmat, hogy esetleg meg kell ezt a műsort vágni, és van sok-sok részt nem mehet le teljes egészében. Hogyha itt kérdeztem az előzményeket, akkor mennyi utómunkát igényel ez a ügyes vagyok, akkor minimálisat. De azt azért a beszélgetések közben lehet érezni, hogy amit szántam időt erre a felvételre, hogy kell még egy kicsit nyújtani, hogy még halljak valami olyat, amit egyébként érzek, hogy benne van a kedves vendégbe, csak még nem jött ki. De azért van olyan is, amikor úgy sikerül mondjuk 10 perccel többet beszélgetni, hogy fogalmam nincsen, hogy még mit fogok kivenni, és ahogyan az élet minden területén szerintem minden szakmában fontos a lényeglátás, az és a kiemelés, hát gondoljunk csak egy híradós anyagra, vagy bármi másra, vagy akár egy pedagógus munkájára, aki egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan vezeti az óráját végig, és hány gyerek dönt az órája után úgy, hogy abba az irányba szeretne majd tovább menni. Szóval nagyon fontos, hogy azokat a részeket hagyjam meg, ami valóban ezt a vendéget alapvetően jellemzi. Mert ugye mindenkinek van egy munkája, és sokszor félek attól, hogy egy idő után, hogy elterelődik a figyelem magáról, az emberről, azt semmiképpen nem szeretném, mert ez mindig az emberi oldala, amit én szeretnék kiemelni. Sokan azt mondják, hogy a beszélgetős műsorok ideje már leáldozóban, az emberek inger küszöbe az egészen máshol van, szeretik, hogyha minden pörög és pillanatokként változik a kép. Én meg úgy gondolom, hogy lassan visszatérünk oda, hogy jól esik olyan műsorokat hallgatni a rádióban is, ahol valamiről beszélnek, ahol valakit megismerhetek, és jó érzés ugyanezt a televízióban is viszont látni, úgyhogy ahogy a moziról is egykoron azt mondták, hogy vége lesz, és senki nem fog moziba járni, én úgy gondolom, hogy a beszélgetés műsoroknak is van jövője, úgyhogy nem 10, fénykép hanem... Fénykép és könyv, ugyanezt tudnám még hozzátenni, reméljük, az eredeti. Reméljük, hogy 20 év múlva is lesz feketén, fehéren, és... Hát úgy legyen, Magda. Nagyon sok vendéget tudsz majd bemutatni a nézőknek, és szerintem nagyon sok barátot is megismersz. Egyébként lettek az elmúlt 10 évben a vendégek között olyanok, akik végigkísérik az életed, vagy akár a barátaid lettek azóta? Hát vannak olyanok, akik közelebb kerültek, és bármilyen érdekes, sokan vannak, akik jelzik, hogy azóta nekik, hát úgymond történtek változások az életükben, mert bizonyos műsorok, bizonyos esztendőkben elég komoly nézettséget értek el, vagy inkább eljutottak olyan befogadókhoz, akik az adott vendég esetében tudtak tenni, tovább tudták segíteni a sorsukat, vagy tehát kapcsolatok alakultak ki akár ennek a műsornak köszönhetően, de van egy-két olyan személy, igen, akivel azóta is tartom a kapcsolatot. Ibolya, köszönjük szépen, boldog születésnapot, csütörtök este 19:30, illetve hát a korábbi műsorokat is az interneten megtalálják a nézők, tehát lehet sem megnézni. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm én is. Kedves nézőink, ennyi fért a Weekend első részébe, de ha kíváncsiak, miért járt Máté Szalkán Jamie Lee Curtis, akkor tartsanak velünk, hamarosan folytatjuk. Kedves nézőink, ez már a Weekend második része. Ebben a részben filmezni fogunk. Június 14-től ugyanis Európai Filmhét lesz a Krúdi Art moziban. Vendégem dr. Drabancem Róbert. Szia, Robi! Hello, sziasztok! Valamikor karácsony kapcsán beszélgettünk, ugye, a filmekről? Nem olyan régen, Nem olyan régen. És most nosztalgikusan gondolok vissza arra a beszélgetésre, ami ugye arról szólt, hogy milyen jó is, amikor az embernek van egy kis ideje, le tud ülni, és kedvenc filmjeit nézegetni. Ma már a technikának hála szinte minden elérhető, de azért egészen más a mozi.
annak mégiscsak van egy varázsa, és most úgy tudom, hogy ez a filmhét azért is különleges, mert még jegyet sem kell venni, csak regisztrálni kell? Hát igen, van. Hát ez már régebben is így volt, tehát már évek óta van az Európai Filmhét, és akkor az Európai Unió támogatásával végül is európai filmeket vetítünk, tehát csak egy regisztráció után bárki megnézheti a filmeket. Tulajdonképpen ezek premierek, vagy régi filmek is? Hát ebben a fél évben, vagy mostanában lehet, hogy ez így jobb, az, hogy premier, meg filmbemutatás, ezzel nagyon óvatosan kell bánni, mert hát éppen most meséltem egy ismerősömnek, hogy terveztünk volna egy ilyen jelentősebb filmnapot, egy ilyen átmozi éjszakáját, vagy ezzel kapcsolatos rendezvényeket, de hát a forgalmazók pillanatok alatt változtatják a filmek bemutató jellegét, és az a film, amire úgy kihegyeztük volna az egész dolgot, arról kiderült természetesen, hogy nem lesz bemutatva most ebben a fél évben, vagy tavasszal. Hát Magyarországon valószínűleg nyáron sem, mert ugye nálunk inkább a nyár az egy halott szezon, inkább a ősz, inkább a tél az, ami a mozira jellemző, úgyhogy szinte biztos vagyok benne, hogy ez majd valamikor ősszel fogják bemutatni. Úgyhogy ezért mondom óvatosan ezzel, hogy ki mit mutat be, mert szinte hetente változnak a bemutató dátumok. Igazából meg is lehet amúgy kömélteni a forgalmazókat, mert hát, hogy Európában is az országok különböző módon szabályozzák, hogy hogyan lehet moziba menni, lehet egyáltalán moziba menni, és hát valószínűleg az amerikaiaknak ez egy egységes piac, és hát amíg nincs egységesen, nem működik egységesen a piac, akkor nem engedik a filmeket. Ez látható, hogy se a nagyok, tehát a hollywoodi vagy a szórakoztató, se inkább az átmozival foglalkozó vagy az átos filmeket vetítő forgalmazók sincsenek jó helyzetben, mert hogy nem jönnek a filmek, ezt tudom mondani. Gyakorlatilag arra várnak, hogy szabadon mehessen mindenki moziba, mindenféle igazolvány és egyéb jogosítványok nélkül, tehát pusztán egy jegyvásárlással, mint régen? Hát valószínű, igen, mert hogy a mozi bár tényleg picit más, sőt, hát nagyon más, mint amit otthon nézünk filmeket, de azért azt elmondhatjuk, hogy igazából ez a fiataloknak a szórakozása. Az átmozi, ez persze nem, azt persze én ezt meg én tudom, hogy ez már inkább a középgeneráció, sőt, már inkább az a generáció olyan diplomás és magasabb kvalifikáltak járnak hozzánk, akik már idősebb korúak, de attól függetlenül a mozit ezt így kezelik, amíg a fiatalok nem jöhetnek minden kötöttség nélkül, addig igazán ez nem fog berobbanni, és nem lesznek nagy premier filmek. Nos, hát én úgy gondolom, hogy meglátjuk majd, hogy mit hoz a jövő. Most minden esetre a filmhét az megrendezésre kerül. Tehát aki regisztrál, az mire számíthat június 14 és 18-a között? Alapvetően tehát vannak olyan filmek benne, amiket még nem vetítettünk, és vannak olyanok, amiket már vetítettünk, esetleg többször is. Persze ez azzal is jár, hogy általában mindig a premierek előtt, az átmozik előtt vannak olyan kis programok, olyan kis sorozatok, amelyeken vetítés előtt mutatunk be filmeket, tehát olyan is volt már, amit már vetítettünk, de igazából még nem volt premierje. Európai filmek, és döntően francia-olasz. Ezt azért mondom, mert hogy bár szeretik így az emberek, hogy tényleg európai film, és akkor azt már tudjuk, hogy ez egy más, mint az amerikai film, és más, mint az indiai, és más, tudjuk, hogy mit jelent az, hogy európai film, de ezen belül is ilyen spécien teljesen más, mondjuk egy skandináv, vagy teljesen más egy mediterrán. És a mediterránokon belül is teljesen más egy olasz, és teljesen más egy francia. Ezt csak azért mondom, mert hogy általában a filmek koprodukcióba készülnek manapság már. Akár 4-5-6 ország is finanszírozhatja, és akkor a szerződésből le van írva, hogy milyen feltételek mentén, de a karizmája a filmnek, mondjuk így, az a sugallata, ami van, az mindig az adott rendezőhöz kötődik igazán, úgyhogy van itt egy ilyen klasszikus olasz szál, van egy francia szál, és különösképpen a francia szál azért érdekes, mert a vígjáték, ami itt azért a szórakoztató film, mert ezt elárulhatom, hogy ez most igazából nem ilyen komoly művészfilmekre kell gondolni, európai szórakoztató filmekről beszélünk. Ez olyan a világ, hogy még egy ilyen filmmel megküldöd a nézőket, és akkor tényleg eret vágnak magukon, úgyhogy inkább valami kis vidám, könnyed téma. Hát, vagy izgalmas, sokan, mert vagy van izgalmas. Egy thriller, az egy tipikus európai produkció, több ország finanszírozásával, több országból származó szereplőkkel, tehát ez egy kifejezetten igen, európai produkció, és az inkább thriller, tehát és az izgalom. És esetleg horror?
Arról az nem... Készült nemrégiben egy magyar ilyen pszichohorror, már nem tudom pontosan a címét. Horror az szerintem a azt sem mutatták még be. Mi tervezünk, akkor csak ezt így zárójelben mondom, tervezünk egy ilyet, mert hogy azon persze én mindig erőlködöm, hogy hogyan tudunk erről sokat beszélni a filmről. Tehát hogyan tudunk egy olyan rendezvényt összehozni, ahol nem csak kifejezetten az, hogy filmet nézünk, hanem mondjuk ilyen szabad egyetem stílusban, esetleg hosszabb, ha nem is egészen tudományos előadásokat, de egy jó ismert terjesztő előadások legyenek. És akkor most ez az utolsó verzióm, az pont ez, hogy műfaj lesz a középpontban, tehát a műfaj lesz az a centrum, amelyen keresztül a filmről beszélünk, és akkor gondolkodom ilyesmin, hogy akkor a horror, mert a horror manapság nagyon népszerű, vagy újból népszerű, mert volt egy időszak, amikor népszerű volt, aztán le, de most megint felé megy a siker listákon. Egy picit ezzel fogunk foglalkozni, vagy ezzel is fogunk foglalkozni, hogy mi lehet az oka annak, hogy az emberek szeretnek rémisztő dolgokat látni, szeretnek megijedni. Ráadásul a moziban még jobb, mint otthon, mert még sötét is van, úgyhogy még jobban meg tudnak majd ijedni. Félre nyeled a popcornt esetleg. Meg tudnak, hát ha úgy, akkor akár szóval olyan ez, mint egy görbetükör szerintem. Annyit rettegünk mindentől, hogy egy picit jó látni a színészeket, akik valami teljesen irracionális dologtól félnek, és akkor rájövünk, hogy a mi félelmünknek ez nem is olyan borzasztó ahhoz képest, igen, amit a vásznon látunk. Relatív félelmeink vannak akkor ezek szerint. Így van, minden. Tehát azt gondolom, hogy akár a horrornak is van egy gyógyító hatása, úgyhogy végül is ez a műfaj is kell, meg hát ha a néző kíváncsi rá, úgy gondolom, akkor ez igen, de mondjuk ez persze tipikusan fiatal közönség, úgyhogy ez nem is lett beválogatva, tehát nem is lesz horror, hanem vígjáték. És Robi, azért kell mondanom, csak annyit, hogy azért mondtam a franciákat, mert azok a óvatosan a vígjáték tekintetében, mert az egy spéci kategória, hogy francia vígjáték, az teljesen más, mint egy olasz, vagy mint egy angol, vagy mint egy amerikai, úgyhogy ha valaki ezeket szereti, az jöjjön, és akkor várjuk szeretettel. Hát ugye nagy klasszikus neveket tudnánk itt idézni, de tényleg sajnos az időnk elfogyott, viszont azt gondolom, hogy a holnapon mindenki csemegészhet, megnézheti, hogy milyen filmek lesznek, és regisztráljon, mert ez persze nagyon fontos, igen, még van egy kis idejük a nézőknek erre. Köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. Kedves nézők, Máté Szalkához Cukor Adolf és Tony Curtis neve is köthető. A világhírű filmszínész Tony Curtis édesapja származik a szatmári városból. Most a szintén világhírű lánya Jamie Lee Curtis látogatott Máté Szalkára. Hello, welcome! Thank you so much. Nice meeting you. I'm Jamie. I am Balázs Bokar. I know. Thank you for arranging this, Balázs. Thank you so much. Home. Yeah. Dear Jamie Lee. Moment. Book. I have to say hello. Nice. What is your name? You. My Peter. Name is Peter. Peter. Peter Hanusz. Hello, Peter. Thank you so much for having me. I'm so happy to be here. It's you can only imagine. It is now the Tony Curtis Memorial Place, and there is an exhibition about the electricity of the other Schwartz also. Amazing. Absolutely. Schwartz amazing. Was a very, very usual name here at that time. You ready, Dad? Yes. You ready? Make sure you. Is my flag fine? That's correct. Yes. Yes. Please. Wow. 40 éves álom valósult meg. This is a 40 years dream now happened. You look like me. Úgy nézel ki, mint én már, hogy a hangulat. Seriously, you know, look at your eyes, look at my eyes, I mean, look at us. Ha? Yeah, it's funny. Mind a kettőnk szemében van egy elérzékenyebb. Me too. But I see people who look like me all day long. Yes, yes, yes. Everywhere. That's not by chance. No, I understand. Thank you. I understand that. Még egyszer nagyon nagy szeretettel köszöntöm. Once again, we are very happy to greet you here in Mátészalka. Abban a városban, ahol az ő nagypapája született. In the town, as I mentioned, your grandfather was born. És ahonnan ő elindult az új világba. Where he started his travel to the new world. Mert egy új életet, egy szép életet szeretett volna. Because he wished to have for himself and for his son and children and grandchildren a better life. A
amikor egy fának letörik az ága, vagy once a branch of a tree is broken down and leaf is falling down, the tree still lives. A fa élni fog tovább, de hogyha a gyökerei megsérülnek, but the roots are damaged, the tree is dead. És ezért nagyon-nagyon boldog vagyok. That's why I'm extremely happy. Hogy a művésznő pályája csúcsán, on the top of your career, édesapjával együtt eljött Máté Szalkára, visited Máté Szalka. He himself visited twice Máté Szalka. Hogy a családi gyökereit megtalálja, for the family roots, ápolja, and to keep them alive. Mert ha a gyökereinket ápoljuk, if we keep our roots alive, akkor a jövőnk is a miénk marad. Then future will stay with us. Nagyon büszke vagyok arra, I'm hogy proud most itt áll. That you are standing here with us. Ünnepnappá varázsolt ezt a That's a kind of feast for us. És nagy örömmel idézem fel azt az időszakot. I'm very happy to recall that time az ő nagypapája itt élt. When your grandfather was living here in Máté Szalka. Tony, az édesapja, édesanyja meséiből és az édesapja from elbeszéléséből hallott Máté Szalkáról. His mother and the words of his father heard about Máté Szalkáról. És a tenyérnyi kis országról, a tengeren and about this tiny country overseas. Tenyérnyi ország, de tiny country, but with a big heart. És mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy itt And we are very proud of being here. És aztán, ahogy Tony Curtis hallott a szüleitől and then egyre Tony több Curtis történet. Heard more and more stories from his parents. Felébred benne a vágy, hogy eljön a gyökereihez, eljön a haza. A wish arose that to come to visit the roots. És azt mondta Máté Szalkán, hogy ő úgy érzi, hogy hazajött. And he spoke out in Máté Szalka once he was here, that he feels he came home. Én azt remélem, hogy Jimmy Lee ugyanezt érzi. I really érzi, hope that you will feel the same, that you are at home among us. Nagyon fontos a mai világban, hogy valamiben jók legyünk. It's very important at our world that we should be good in something. Világsztárnak lenni, és to valamiben be a world famous star, to be first in something, it's a great success. Jimmy Lee és az édesapja Tommy világsztárok lettek. Jimmy Lee and Tony, her father, became world stars. We are very proud of them. Ez az épület, ahol most állunk. This building where we stand now. Az első épület Magyarországon, ahol 1888-ban. This is the first building in Hungary where in 1888 kigyulladt a világítás, light, az elektromosság. The electric light was on. Ez volt az első utca a mai Magyarországon. That was the first street here in front of us in Hungary, present Hungary, where the local lighting system was on. És electric light. Ezért ebben mi elsők voltunk. That's why we, Máté Szalka, was the first in this. Ez egyébként egy időben történt, amikor New Yorkban is kigyulladt. It was in the same time when in New York electric lighting went on. Wow. Tony Curtis és Jimmy Lee Curtis a mi világsztárjaink. Tony Curtis and Jamie Lee Curtis are our film stars. Ez az épület, ami büszkeségünk, egy történelmi. This house is a historic place, it's our proudness also. Éppen ezért mi nem találhattunk volna jobb helyet. That's why we couldn't find a better place. Hogy örök emléket állítsunk. To keep an eternal Tony Curtisnek, memory to Tony Curtis. Aki, ahogy mi Magyarországon mondjuk, who, a mi we say in Hungary, is our son. És ha megengedi, and if you permit, mondom, így az első találkozás után, hogy egymásra meeting, néztünk, after the ahogy first meeting, as we looked at each other. Jamie Lee Curtis a mi lányunk. Jamie Lee Curtis is our girl. Máté Szalkai vér csörgetezik az ereiben. Blood, Máté Szalka blood is in. És ez erre rendkívül büszkék vagyunk. We are very proud, as I said. És végtelenül boldoggá tett bennünket. And very happy to greet you here. Thank you. Thank you. You just made that up. Wow. My sister Kelly, who is Tony's first child, is also the one who partnered with him when they spearheaded
the fundraising for the Emmanuel Foundation, alapítvány, named after my grandfather, amelyet az én nagyapámról to help restore the Dohány Street Synagogue, hogy segítsék, támogassák a Dohány utcai zsinagóga újjáépítését, which was really maybe the greatest thing Tony Curtis ever did. Valószínűleg ez volt a legnagyobb dolog, amit Tony Curtis életében bármit is meg. To represent his Hungarian ancestors. Megmutatni, hogy magyar felmenői vannak. And all the promise that he brought as the son of Hungary. Megvalósítani azokat az ígéreteket, amiket tett, hogy ő Magyarország fiaként elindult. And my sister Kelly. Kelly az én testvérem. Was very much involved, and so I feel uncomfortable that she's not here with me. És ezért nem érzem nagyon jól magam, hogy ő nincs itt most. On behalf of Kelly. Kelly nevében is. My sister Alexandra. Alexandra, a másik testvérem. My sister Allegra. Allegra, következő testvérem. My late brother, Nicholas. Az elhunyt testvérem Nicholas nevében. My brother Benjamin. És Benjamin nevében is. I represent them. Here. Mindannyiukat én itt képviselem. As their sister, auntie, great auntie. Testvérük, nagynényük, és így tovább szerepkörében. As you can imagine, el tudod képzelni? We all want our own lives. We all have our own dreams. Mindannyian saját életünket éljük, destinies. Szeretjük a sorsunkat, akarjuk sorsunkat, álmainkat megvalósítani. And we want for our children, és azt akarjuk a gyermekeinknek, for them, nekik ugyanazt, to live their dreams, hogy éljék meg álmaikat. And it's not easy when your parent is famous. Nagyon nem egyszerű, ha a szüleid híresek. Because you want your own identity. Mert saját identitásodat akarod and megszerezni. Their identity is very, very strong. És az ő identitásuk nagyon erős, a szülőké. And so it's a struggle for any child, anybody here, to both be yourself, legyél önmagad, and be a part of a family. És legyél a család része. And in my family, there were many marriages. Az én családomban sok házasság volt. Tony and Janet and my stepfather. And so it has been a struggle in my family for us to harc volt a családban, unite. Hogy egyesüljünk, egyesítsenek minket. Many people, nagyon sok many ember, families. Különböző helyről, különböző családok. When I got married, amikor én férjhez mentem, 36 years ago, 36 évvel ezelőtt, the only gift I asked my father for, az egyetlen ajándék, amit kértem apámtól, was to have my family there. Hogy a családom legyen. Because we had never been in one room. Mert soha nem voltunk egy szobában együtt addig. And so all of my sisters and brothers, összes testvérem, and my parents, lány testvérem és gyermekeim, fiú testvéreim, szüleim, which was very important to me. Ez egy nagyon fontos dolog volt számomra akkor. So even though I may seem like I am interested in my life and my family. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy a saját magam iránt érdeklődöm és a családom iránt. My destiny. Saját sorsom van. My husband, my children. Természetesen férjem, gyerekeim, elnézést. I also am very aware that I am a daughter of Hungary and Denmark. Én egyértelműen tudom azt, hogy én Magyarország és Dánia lánya vagyok. Traveled 10 years ago with my sister. 10 évvel ezelőtt gondjaim voltak. To Budapest. És ide utaztunk and to Denmark. Dániába is. To take in the country of our family. Megfoghatóvá tegyük az országokat számára. And this trip. Ez az utazás. I've been here a long time now. Ez már ugye elég régen volt. And I have thought a lot about what you said. Teljesen egyetértek azzal, amit mond. About my grandparents. Nagyszüleimről. Wanting something for their family. Hogy valamit akartak a családjuk számára. Making the journey, leaving their home.
elhagyták az otthonukat, elutaztak. To start a life in America. Hogy egy új életet kezdjenek Amerikában. And to raise their children. Felneveljék gyermekeiket. You may or may not know this, but Tony's brother was killed. A little brother was killed at 5 on the streets of New York. Hogy Tony testvére 5 éves korában New York utcáin meghalt. Yes, he was hit by a bus. Egy autóbusz ütött. And Tony's younger middle brother. És a középső testvér. Suffered from schizophrenia. Schizofréniából szenvedett. And was quite mentally ill his whole life. Egész életében And so for Helen and Emmanuel. Helen és Emmanuel számára. Nagyon sok szomorúsággal járt az új élet. And then Tony Curtis. Aztán jött elő Tony Curtis. Their eldest. A legidősebb. And I've thought a lot about them on this trip. Nagyon sokat gondoltam rájuk ezen az utazáson. Of their pride. Az ő büszkeségük. Of the miracle. A csodára. That happened. Ami történt. And my grandfather died a week before I was born. Nagypapám egy héttel az én születésem előtt halt meg. And I knew my grandma. De nagymamámat ismertem. I remember her arms, her big arms. Emlékszem, hogy nagy-nagy felkarjai voltak. As I've gotten older. És ahogy nőttem. She's here. Mindig itt van előttem. And I joke. És mindig viccelek, that my grandma Helen is with me. Hogy Helen, nagymamám itt van velem mindig. And I do remember her. Szóval emlékszem. And although I'm about to really do something which is going to be please don't understand that I'm going to say something wrong now. Ne értse félre, but understand the intention of it in this very personal moment together. Félreértsék, egy nagyon személyes pillanatban vagyunk most. I don't remember my grandmother really. Nem igazán emlékszem. And I never knew my grandfather. Nagymamámra, és hát soha nem ismertem a nagypapámat. But no matter what, this I remember. De nem érdekes, arra emlékszem. Katica, katica, ferma szütet fada, leesett, és kitörtén a larva. Oj, 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 szégon katica, édes mamája nagyon sírkja. I remember it my whole life. I don't know why, I don't remember where, and I obviously said it incorrectly. Valószínűleg nem mindent mondtam jól. But that's my grandmother. De like, ez az én nagymamám. And therefore it's you. And ezért ti is benne vagytok. I'm so moved to be here with you. Nagyon-nagyon meg vagyok, my hogy itt father would be so thrilled. És annyira örülne, örülhetett volna az én apám is, ezt látta volna. Fantasztikus érzés. Beyond, because in my industry, you're forgotten. If, by the way, a mi iparunkban mindenki el van felejtve pillanat alatt. You ask young people today. You say Tony Curtis, and they go, fiatal embereket megkérdezem, nem biztos, hogy tudják, you know? Hogy ki volt Tony Curtis. And they're okay, they don't really know. Nem you tudják have to pontosan. Remind them of a movie. Emlékeztetni kell egy-egy moziról. You know, did you see this? Láttad no. ezt a filmet? Oh, nem. Well, he was, ő and you know, very soon, but this means he will never be forgotten. Ez and azt for is jelenti, him, hogy ő nincs elfelejtve. That would be an extraordinary thing. És ez egy nagyon-nagyon rendkívüli dolog, és nagyon fontos lenne számára, and so on behalf of my family, I thank you. Tehát köszönöm so a családom nevébe, mélyen, for giving him immortality. Hogy tulajdonképpen egyfajta halhatatlanság jutott neki, Máté Szalkis Magyarország made fiának. Tehát halhatatlanná teszitek ezzel. In honor of my grandparents, they are compelling, let me just say, wherever they are, forgive me for getting a little Jewish, they're compelling. They are so thrilled. Bárhol is vannak, so thank elnézés, you, and God bless you. Mondom, all of you, thank you so much for this honor for my family. Hogy itt lehetek, és a családban ezt a megkülönböztető tiszteletet kaptam. Beyond. Mindenek felett. Thank you. Köszönöm szépen.
Kedves nézőink, a Weekend ezzel véget ért, ha tehetik, töltsenek több időt a szabadban, vagy nézzenek meg egy jó filmet, akár Jamie Lee Curtis szereplésével. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!